Családi foci fesztivált rendezett tegnap délután a Bozsik program és a Szent István általános iskola a Városi Stadionban. A több száz óvodást és kisiskolást vonzó rendezvény a labdarúgás népszerűsítését tűzte ki célul. A vendég Mészöly Kálmán, egykori világválogatott középhátvéd volt, aki saját pályafutásával jó példa lehet a fiatal generáció számára. A Bozsik program másfél évvel ezelőtt indult el Hódmezővásárhelyen. Ennek keretében szinte valamennyi óvodában és általános iskolában ingyenes foglalkozásokat tartanak a HFC edzői, ezzel is növelve a vásárhelyi csapat tömegbázisát. A sportórákon összesen 350 gyermek vesz részt. Számukra és családjaik számára rendezték meg tegnap délután a stadionban a focifesztivált, amelyhez a Szent István általános iskola is csatlakozott. A szülői kezdeményezés érkezett hozzánk. Nem szeretnénk-e labdarúgó általános osztályt indítani. Kapva kaptunk ezen a lehetőségen, hiszen ez egy óriási dolog lenne a város labdarúgásának az életében. Meg is kerestük a legsportosabb iskolát, aki sportiskola is a városban, ugye a Szent István általános iskolát. Ez több szempontból is szerencsés, hiszen földrajzilag is rendkívül közel van a stadionhoz az iskola alsó tagozatos telephelye, de a Szent István utcai telepe is gyalog elérhető, tehát nagyon jók az adottságok. A Szent István általános iskolában a jövő tanévtől indul el a labdarúgó osztály, amely Mészöly Kálmán szerint az utánpótlás nevelésnek egy jó iránya. Így a gyerekek már igen korán elkezdhetnek focizni, és megszerzett tudásukat középiskolai szinten is fejleszthetik tovább. Amit ma itt látok és tapasztalok, az fantasztikus a gyerekekkel, és ez nagyon biztató kell legyen a jövőre nézve, hogy a magyar labdarúgás, aki itt megakadt, most van egy szerencsés lehetőség, hogy Franciaországban kim vagyunk, és a fiatalok föl tudnak zárkozni az idősebbekhez, mert ez mindig a példa, az egy jó értékű, ez volt a mi szempontunk is, annak idején még kiválogatott voltam, főkerülni és bekerülni a nagy csapatba. És ez a rendezvény sorozat, amit itt csinálnak, ez példaértékű, és ezért is szeretem Hódmezővásárhelyet. Mészöly Kálmán hozzátette, ahhoz, hogy a magyar foci fel tudjon zárkózni a nyugat-európaihoz, fontos, hogy a sportolók önvizsgálatot tartsanak. Feltegyék maguknak azt a kérdést, hogy valóban megtettek-e mindent a siker érdekében, tehát küzdeniük és akarniuk kell. A családi foci fesztiválra Almás István is ellátogatott. A polgármester elmondta, bízik abban, hogy Mészöly Kálmánhoz hasonlóan legendás labdarúgók nőhetnek ki Hódmezővásárhelyről.